Elindultam szép hazámból. Magyarok a nagyvilágban. Egy úr az űrből, Baksai László. A Florida Institute of Technology, azaz a Floridai Műegyetem fizikai és űrtudományi tanszékének egykori vezetője 2001-ben a fizikai szemlében megjelent önéletrajzában a következőket írta. Budapesten születtem 1945-ben. 5 évet Maglódon jártam iskolába. 1956-ban, 11 éves koromban szüleim kivittek Németországba, de az ottani iskolában 1 évig nem tanultam új matematikát a maglódi iskolai matematikához képest. Az Aachen-i Egyetemen doktoráltam. 1968-ban kerültem Amerikába, a Bostoni Egyetemre. Kutató munkámhoz a Stanfordi lineáris gyorsítón csináltam a kísérleteket. Ezután meghívott a Floridai Műegyetem, hogy vezessem a fizikai és űrkutatási tanszéket. Ez az egyetem mindössze 20 kilométerre van a Kennedy űrközponttól. Nagyon érdekes világba kerültem. Az egész 60 kilométer hosszú vidéket úgy hívják, hogy űrpart, Space Coast. Ott az űr a napi élet része. Megtörténhet, hogy az ember autón megy, egyszer csak valami világos rózsaszín fényt lát. Épp indul az űrkomp. A környéken lévő telefonok körzetszáma 321. A start előtti visszaszámlálást felidézve 3-2-1 rajt. Hallgatóim 80%-a az egyetem elvégzése után az űrkutatással kapcsolatos állást kap. Remélem a jövőben Magyarország is képes lesz kihasználni tehetségeit. Ezt üzenem a magyar tanároknak. Ezért járok gyakran haza. Baksai László 2020-ban halt meg Debrecenben. A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.